Repülőgép ipari berendezéseket gyárt a Német Dél. 2011-ben hozták létre első gyárukat Nyírbátorban, azóta egy második csarnokkal és egy logisztikai központtal bővült a cég. Nem csak ez a cég, hanem számos vállalkozás választotta az elmúlt évek alatt a nyírbátori befektetési lehetőségeket. Az ipari parkot 1998-ban hozták létre. Azóta folyamatos a fejlesztés a területen, mondta Máté Antal város polgármestere 35 perc című műsorunkban. Ma már nem az az elsődleges cél, hogy újabb munkahelyeket teremtsünk, hanem hasonlóan a kormányzati célokhoz alapvetően a bevételek, tehát a jövedelem növelése lenne a legfontosabb eszköz, hiszen ma már az a fontos, hogy nem csak munkahelye legyen az embereknek, hanem megélhetés biztosító bevétele, jövedelme is. És ebben a tekintetben a technológiai fejlesztésre kell a nagyobb hangsúlyt fektetni, magyarul úgy együttműködni a már itt lévő cégekkel, hogy minél nagyobb hozzáadott értéket tudjanak helyben előállítani. Na ez már egy sokkal nehezebb feladat, mert nem megtalálni kell egy befektetőt, hanem az oktatást, a szakképzést, a technológiai fejlesztést, a kutatásfejlesztést és a termékfejlesztést összehangoltan, mind az iskolákkal, mind az állammal, a kormánnyal, mind pedig a cégekkel egy olyan stratégiát kidolgozni, amiben ez az új irány, hiszen ezt várják el tőlünk az itt élő emberek. Szeptemberben az Unilever jelentette be bővítését az ipari parkban, amivel 100 új munkahelyet is teremtettek. A cégek fejlődése nem csak a városban élők, de a környéken élők és a helyi önkormányzat számára is hasznos. Az Európai Uniós csatlakozásnál a városnak az iparőzés adóbevétele nagyjából ilyen 200 millió forint volt, most ebben az évben várhatóan el fogjuk érni a 2 milliárd forintot, ami azt jelenti, hogy meg 10-szereződött ilyen módon a város gazdasága, ami én azt gondolom, hogy önmagában egy nagyszerű eredmény, és amit még ebben mindig ki szoktunk hangsúlyozni, hogy mind a két járvány ideje alatt, vagy mind a két válság ideje alatt, legyen szó a korábbiról és a mostaniról is, a városgazdasága nem tudott megtorpanni, tehát azt jelenti, hogy soha nem volt csökkenés a gazdaság tekintetében, hanem még egy ilyen nehéz helyzetben, mint mondjuk az elmúlt 2 év is érzékelhető, ha lassabban is, de egy folyamatos növekedés. És a másik, amit meg mindenki nézni szokott, és talán ez még inkább fontos, ez pedig a munkahelyek száma. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ebben is a város nagyon szép eredményeket ért el. Nincs olyan év, amikor legalább 300-400 munkahely ne jönne létre, de vannak olyan időszakok, amikor ez az 1000 főt is meghaladja. Egy 12 000-es városnál azt gondolom, hogy ez önmagában példaértékű, és ma már nem csak a megyéből, hanem a megyén túlról is folyamatosan napi szinten járnak dolgozni Nyírbátorba. Ezt a fejlődést ismerte el nemrég a Primam Alapítvány, és ítélte oda a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vállalkozás fejlesztéséért díjat Nyírbátornak. Az alapítvány idén ünnepli 30 éves fennállását, amelynek alapításában annak idején Nyírbátor város is részt vett.